Sajnos sok gazda meg van átkozva azzal, hogy a kutyája gusztustalan dolgokban szeret fetrengeni. Leggyakrabban az ürülékben való hempergést szokták ugye tapasztalni a kutyatartók, és ugye sajnálatos módon általában a kutya emberi ürülékben szokott fetrengeni, illetve hogyha teheti, ha hozzáfér, akkor mondjuk birka vagy tehén ürülékben is. Hallottam extrémebb dolgokról, tehát amikor egy kutya talál mondjuk egy dögöt az erdei séta során, és akkor a dögben hempereg meg. Tehát mindenképpen ugye ezek olyan dolgok, aminek az elviselése az ember számára rendkívül terhes, illetve lehetetlen. Tehát az, hogy a kutya bejön a lakásba, vagy akár együtt tartózkodik az emberrel ilyen dolgokkal felfűszerezve, ez borzasztó. Na most ugye ennek mi a biológiai oka? Erre a biológusok azt szokták mondani, hogy az ilyenfajta viselkedés ragadozó állatoknál a saját testszag elkendőzését szolgálja, tehát arra, hogy az illető jószágnak ne kutyaszaga vagy ne farkasszaga legyen, hanem teszem azt dögszaga vagy ürülékszaga, ami nem ő rá utal, tehát esetleg lehet arra jó, hogy a prédát, amire ő vadászik, hogy úgy mondjam, félrevezesse. De nyilvánvalóan ez a viselkedés a kutya esetében abszolút szükségtelen, kellemetlen és nem kívánatos, tehát ennek semmifajta adaptív értéke nincs. Rossz hírem van sajnos, a kutyát erről nem lehet leszoktatni. Szerencsére a kutyák nagyobbik része nem tesz ilyet. De hogyha egy kutyáról tudjuk, hogy bizony mondjuk hajlamos arra, hogy a parkba elszaladjon és keressen egy emberi ürülékhalmot, és abba megfetrengjen, erről nem fogjuk tudni leszoktatni. Egyedül az a megoldás, hogy tudjuk azokat a szituációkat, azokat a helyeket, ahol ilyen előfordul, és ott nem engedjük szabadjára a kutyát, más gyógymód nincs.